Az általános megszorítások a szociális szolgáltatásokat nyújtó egyesületeket, alapítványokat is közvetlen módon érintik. Idén sokkal nehezebben ment az adománygyűjtés a rászorulók számára. A központi és az önkormányzati támogatás kevés, és az adakozó cégek száma is egyre csökken. Ezek a felvételek december 6-án készültek Sepsiszentgyörgyön. A látvány nem idegen a városiaknak, hiszen 2019 óta minden évben összegyűlnek a motoros mikulások jótékonykodni. Puttonyukban több mint 2000 csomagot vittek Sepsiszentgyörgy és a környékbeli falvak bölcsődeibe, óvodáiba. S bár volt hordozni valója bőven, amint egy 40 önkéntes motorosnak, a korábbi évekhez képest most sokkal nehezebben ment a gyűjtés. Magyarázta Márk János, a jótékonysági akció kezdeményezője. Hát ez már októberben megkezdődött minden, tehát lebeszélés azzal, ki mit tud adni, hogy tud adni, ki mennyit tud segíteni, tehát úgymond terméket, vagy pénzt, vagy utalás, vagy bármi, és akkor aztán, tehát a legaktívabb dolog az a múlt hét volt. Tehát ugye akkor, tehát a múlt héten akkor már az embernek a feje teljesen a feltetején van, már akkor kell gyorsan, hogy az megvan, az megvan, az megvan, és soroljuk, és akkor írjuk, tehát Éva, hogy szokta, írja gyorsan a listát, hogy ide, itt annyi gyerek, ott annyi gyerek, itt ez, itt az, itt, ezt kell megvenni, azt kell megvenni, hoztak terméket, ugye volt, aki hozott ilyet, volt, aki hozott olyan, akkor azokat megszámolni, átszámolni, hogy hány van belőle, akkor mit kell mellé még venni, hogy tehát az a bizonyos termékből a 2200-ra meglegyen. És feltölti az embert, az igazság, hogy teljesen más dolog, amikor megyünk ide, teszem fel, megvannak a gyereknek, látszik, hogy megvan mindene. De viszont, amikor megyünk a másikhoz, látszik, hogy semmilyen nincsen, és annak a csomagnak annyira tud örülni, hogy másabb, tehát gyermek között is van különbség, ugye. És amikor látszik, hogy az megfogja azt a csomagot, és megszorítja, úgy, akkor teljesen más érzést az embernek. És hogyan látja, hogy most inflációval az adakozási kedv az mennyire? Nagyon, nagyon. Tehát tavalyhoz képest, hogy úgy mondjam, tehát egyre nehezebben. Tehát vannak nagy cégek, akik egyszerűen visszaléptek. Tehát azt mondták, hogy idén a szponzor keretük elfogyott. Most nem akarok neveket mondani, hogy bejt cégek, mert ez nem az a film. Tehát nem akarok mondani, de viszont nagy cégek, akik tudjuk, hogy rengeteg van, azt mondták, hogy a keret sajnos elfogyott. És ebben kifizettek minket, és tovább mentünk. De viszont vannak mindig azok a kicsikék, vannak magánszemélyek, akik tényleg, hogy megláptak, tehát magánszemélyként azt mondta, hogy én X összeggel támogatom ezt a rendezvényt, mivel hogy egy nagyon szép kivitelezés az egész. De viszont nem mindenki lassázhat így. A magánszemélyek jövedelemadójuk 3,5%-át, a jogi személyek pedig a nyereség utáni adó 20%-át fordíthatják civil szervezetek támogatására. December 25-ig lehet még rendelkezni a tavaly befizetett adó támogatási hányadának fel nem használt részéről. Bár az utóbbi két évben nőtt az adófelajánlási kedv, még mindig kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Ugye évközben folyamatosan az egyesületek, alapítványok, egyházak, hiszen ők is lehetnek a kedvezményezettek, a vállalkozókhoz mennek el szponzor alapokat kérni, hogy különböző rendezvényeket le tudjanak bonyolítani. A vállalkozók nyilván, hogy évközben nagyon óvatosak, hogy mennyi szponzorpénzt adjanak oda, mert a szponzoralap az adó, a profitadó vagy a mikroadónak a 20%-a, és évközben nem tudják még, hogy az egész éves profitjuk mennyi lesz, annak az adója mennyi lesz, és annak az adónak a 20%-a, ami a szponzoralap, az mennyi lesz. Ez nagyon sok esetben csak a következő év elején, mérlegzáráskor, valamikor április hónapban derül ki. Meg kell értsék a vállalkozók azt, hogy ezek az összegek már ki lettek adóformájába fizetve. Tehát ez a szponzorálás, ez nem jár újabb pénzkifizetéssel, csupán egyetlen egy aláírással jár. Ezeket az összegeket előző évben adógyanánt a vállalkozók már befizették, ezek az összegek ott vannak már az államkasszába, és most nem csinál a vállalkozó egyebet, mint aláír egy átirányítási ívet, mellé tesz egy szponzorszerződést, és ezzel gyakorlatilag utasítást ad az ANAF-nak, hogy az ANAF a megnevezett egyesület vagy alapítvány javára a már befizetett adót utalja át. Egy nagyon egyszerű mechanizmus különben, de nagyon sokan nem tudják, hogy ez a mechanizmus létezik. A szociális tevékenységeket felvállaló egyesületeknek, alapítványoknak, civil szervezeteknek minden egyes lejre szükségük van, hiszen ezek a szervezetek széleskörű szolgáltatásokat nyújtanak a rászorulóknak. Idős, beteggondozó központokat, hajléktalan szállókat, mozgássérülteket felkaroló intézményeket működtetnek, vagy mély szegénységben élőkön segítenek.
A tevékenységükre fordított önkormányzati támogatás kevés, így javarészt pályázatokból, szponzorizálásokból, adományokból próbálnak boldogulni. Most az általános megszorítások idején egyre nagyobb gondokkal küszködnek, magyarázza Hubes Kinga, a háromszéki Caritas vezetője. Közából nőnek a költségek, ugye folyamatosan, még a finanszírozások stagnálnak. Ebből kifolyólag egyre nehezebb fenntartani azokat a programokat, amiket már évek óta, évtizedek óta akár működtetünk. Ugye a szociális kérdés az mindig az utolsó. Tehát, hogyha bármilyen krízis vagy válsághelyzet van, akkor ez az első, ami lekerül az asztalról, mert ugye az önkormányzatoknak is, meg mindenhol igazából, akár vállalkozóknak, bárhol, ugye a fennmaradás mindenkinek a túlélés, a fennmaradás az elsődleges és ez érthető. Viszont minket nagyon hátrányosan érint, mert a legkisebb változás is gyakorlatilag a szociális program működtetését érinti. Miközben az egyéb gazdasági nehézségek ugyanúgy ránk is vonatkoznak, ugyanúgy a minimálbér nő nálunk is nő. Tehát ahogy a közköltségek nőnek, az nálunk is nő, viszont nem tudunk ezzel arányosan több finanszírozást bevonni. Viszont azt tapasztaltuk, hogy talán pontosan ennek a nehéz helyzetnek talán a következménye, vagy nem is tudom, helyzetnek a megértése az, ami talán a körülöttünk lévő közösséget inkább megmozgatta, és talán ebben a kampányban is ezért kapcsolódtak be többen, mert lehet, hogy ezt többen is érezzük. A Kovászna megyei Caritas több központot is működtet. Őrkön például a roma gyerekek naponta járhatnak egy fejlesztőközpontba, ahol pedagógusok, pszichológusok foglalkoznak velük az iskolai program után. Sokuk mély szegénységben él, így a központ munkatársai mindent megtesznek azért, hogy karácsonykor hozzájuk is eljöhessen az angyal. Az idejáró 73 gyerek idén képes lapokra írta le, hogy mi is az, amire szüksége van, tehát, hogy mit szeretne karácsonyra. Az volt a cél, hogy valahogy olyan legyen a felhívás, ami úgy könnyen megszólítsa az embereket, meg könnyen érthető. És talán szerintem az is egy nehéz dolog az ajándékozásba is, meg az adományozásba is, hogy lehet, hogy nem feltétlen tudjuk, hogy mire van szükség, vagy minek örülne. És hogy igazából ez így elég egyszerű már, hogy ott van, és az szerepel, amit a gyermek tényleg kért, és azt tényleg ők kérték, mert ők így kérték a levélbe, ezt írták az angyalnak. Úgyhogy, tehát, hogy elég egyszerűen le vannak írva a lépések, és elég konkrét az, amit kérnek a gyermekek. Úgyhogy szerintem ez segíthet azoknak, akik esetleg ott szoktak elakadni, hogy nem tudom, hogy mit ajándékozzak, vagy adományozzak. Az biztos, hogy ilyenkor érzékenyebbek az emberek, és ilyenkor sokkal könnyebben el lehet jutni hozzájuk. De hogy szerintem ez függött attól is, hogy a kampánynak szerintem jól sikerült a felhívása, jó volt a megfogalmazása, és közvetlenebb volt, tehát hogy nem általános volt, hogy adományoz valamit, hanem szerintem pont ez a személyre szabott kártyák volt az, ami segített ahhoz, hogy közelebb érezzék magukat az emberek, ahhoz, hogy akkor ők most tényleg adományozzanak, vagy hogy angyalkodjanak inkább. Hát egyre inkább szerintem nagyobb a nyitottság, viszont még mindig van ellenállás is. Valószínűleg pont ebből kifolyólag, hogy nem mindig van elegendő információnk ebben a kampányban. Ugye minden tiszta, hogy kinek adományoz, hogy mit kell, tehát hogy nagyon részletes, de hogy amikor ilyen általános, akkor gondolom mindenki arra a képre gondol egyből, ami a fejében van, és nem mindig az a realitás. És emiatt az ellenállás az van néha. A szociális szolgáltatások több mint felét civil szervezetek biztosítják. Ennek ellenére az ilyen jellegű tevékenységre egyre kevesebb állami támogatás jut. Ma a szociális szolgáltatás végző civil szervezetek költségvetésének csupán 10%-át fedezik állami, pontosabban önkormányzati költségvetésből. Minden ellátott, vagy minden ellátásra szoruló, függetlenül attól, hogy most gyermekről van szó, fogyatékkal élőről, vagy idősről van szó, alapjában véve az állam felelős
az ő ellátásukért. És akkor az állam az vagy a saját állami struktúrájában létrehozott szociális szolgáltatások által gondozza, rendezi az ellátottakat, vagy akkor megfizeti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a civilek látnak el, illetve nem állami struktúra. Tehát ha én csupán ránéznék erre a két számra, hogy hát a szolgáltatások száma az 55% billen a civilek felé, akkor egyértelmű, hogy a költségvetési vonzat is körülbelül ez kéne legyen. Tehát ez a legalább 50% a szociális szolgáltatásokra fordított költségvetésnek legalább 50% az a civilekhez kéne menjen. Na de hát ez nem történik meg különböző okokból. A civilek által ellátott nehézségben, vagy valamilyen szolgáltatásra szoruló állampolgárok, azok valójában az állami struktúra által nincsenek szolgáltatásra szorulóként nyilvántartva. Egyértelmű, mármint, hogy magyarul ez azt jelenti, hogy addig, ameddig a gyerekjogvédelem szolgáltatás, tehát az állami szolgáltatásokban levők, azok valójában átmennek egy bizonyos folyamaton, hogy abba a szolgáltatásba kerüljenek, tehát van egy árva gyermek, vagy egy ellátásra szoruló gyerek, arról a szociális igazgatóság megállapítja, hogy ellátásra szorul, sőt, utána van egy törvényszéki tárgyalás is, amelyik azt mondja ki, hogy igen, ezt a gyermeket, ezt a rászorulót most akkor ebbe a szolgáltatásba kell részesíteni. És akkor született egy döntés, bekerül egy rendszerbe. A civileknél nem ez történik. A civilek arról van szó, az egy direkt, mondjam így, egy direkt kapcsolat. A civil felfedezi, látja a szükséget egy gyermek, egy fogyatékkal élő, egy idős ember esetében, és azt mondja, hogy én neked egy szolgáltatást szeretnék nyújtani. Nem kér érte semmiféle viszonzást, hanem a civil azt mondja, hogy oké, akkor én beveszlek a nappali foglalkoztatóba, stb. És utána megy esetleg az állami szervekhez, az önkormányzathoz, vagy hasonlókhoz elmondani, hogy neki van ilyen és ilyen ellátatja. Alapjában véve ez a, mondjam így, a gondja annak, hogy hát a juttatások, mármint a pénz, a költségvetési vonzat, az nem követi az ellátottat. A civil szférában nagyon nehéz, mondjam azt, a szociális téren jó fizetéseket biztosítani a munkatársaknak egy olyan munkában, ahol azért elkötelezett emberek tudnak csak igazán helytállni és dolgozni, és akik azért megérdemelnék, hogy sokkal méltóbb fizetést kapjanak ezért. A másik gondunk a szakember hiány. Tehát mivel a szociális szféra ennyire, mondjam így, mostoha gyermek volt, én a szociális szolgáltatások szférájáról beszélek, tehát ennyire mostoha gyermek volt, ezért nagyon kevesen tudtak elhelyezkedni, akik ilyen téren képezték magukat. Ezért nagyon sokan elmentek külföldre, akik elvégezték az egyetemet, vagy az ilyenszerű képzést, illetve átképezték magukat, és máshol helyezkedtek el. És most, amikor
elkezdene nőni, és most már, hogyha ezek a finanszírozási mechanizmusok beindulnak, és elkezdenének szaporodni, nőni a szolgáltatások, akkor meg nincsenek szakemberek, akik ebbe beálljanak. Az Eurostat adatai szerint Romániában a szegénység és szociális kirekesztettség kockázata a lakosság körében meghaladja a 34%-ot. Egyre többen kerülnek az utcára, egyre többen szorulnak segítségre, egyre több a szegény ember. Ilyenkor a szeretet ünnepének küszöbén sokan adakoznak, sokan segítik őket. Mindezzel együtt keserűen állapítjuk meg, hogy a szociális ellátás felelőssége egyre inkább a civilekre és az adakozó emberekre hárul. Hogy nem rendszer szintű, hanem egyéni megoldásokat keresünk. Márpedig a szociális ellátás kérdése közügy. Az ellátás feltételeinek a biztosítása az állam és az önkormányzatok feladata kellene legyen.